Ez a harangodi erdészeti erdei iskola kilátója innen a Tokai hegy és a zemplén vonulatai is jól láthatóak. Az erdei iskola 2005 óta működik, évente közel ezer diák vesz részt itt valamilyen programon, akadnak, akik egy napra érkeznek harangodra, de vannak, akik több napot vagy akár hetet itt töltenek. A minősített erdészeti erdei iskola most megyei érték lett. A szabolcs már bereg megyei Értéktár bizottság alelnöke arra emlékeztetett, június 13-án tartották utolsó ülésüket, ott hozták meg az ezzel kapcsolatos döntést. A beérkezett javaslatok közül a 82 már bent lévő javaslat a bővül, tehát 6 megyei érték lett elfogadva a legutóbbi ülésünkön. Ez a hat megyei érték a Mohos természetvédelmi terület Káló Semjében a Forgács kastély Mándokon, az András kastély Tiszadobon, az terdei iskola, ahol most is vagyunk itt Harangodon, a Jonatán almának a tuséri Jonatán fajtája, illetve a nagy, nagy Cseri Szivattyú telep. Mind úgy gondolom, hogy ezek az értékek mind, mind olyan jelentőségű és olyan minőségű értékek, amelyeknek helye kell, hogy legyen a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei értéktárban. Az értéktári sajtótájékoztatón a Harangodi Erdészeti Erdei Iskolát üzemeltető társaság elnöke kiemelte, megtiszteltetés a megyei nevezetességek között szerepelni. Támba Miklós hozzátette, az itt táborozók azt is megtanulják, hogyan viselkedjenek és tájékozódjanak az erdőben, vagy éppen azt, hogyan kell az íjjal bánni, valamint két tanösvényen is sétálhatnak. Megnézhetik a pagony tanösvényünket, amelyik egy erdészeti tanösvény, ez közel 5,7 kilométeres, és ugye a csodálatos nyírségi tájban megláthatják a száraz homok füves pusztától a tölgyes erdőig, és a vizes élőhelyet is, a harangoditavat, mert a tanösvény érint, és van egy őzike tanösvényünk, amelyen a erdejeinkben élő vadállatokat ismerhetik meg. Az Erdei iskola szálláshelyeit a közeljövőben bővítik, összesen 20 szobával egészül ki az iskola.